Tenger mély tiszteletem, kedves barátaim, kedves emberek, én Oscar vagyok, és ahogy a videó címéből már valószínűleg rájöhettetek, most egy Mortal Kombat 9 Complete Edition videót fogok nektek prezentálni. Hát csak itt a kamera képe egy kicsit el van csúszva. Ja, de csak ez a rész. Megoldjuk. Várjál. Semmi probléma. Nincs semmi probléma. Így lesz jó. Szóval már az elmúlt években végül is többen jeleztétek, hogy szeretnétek MK9-es tartalmat látni ismét a csatornámon. Csak aztán egy menet közben ugye felvetődött egy ilyen probléma, hogy ilyen jogi húzavona, hogy a DLC karakterek az MK9-ben valami szerzői jogi problémákba ütköztek, és ezért a Mortal Kombat 9 az nem megvásárolható most már, vagy valami ilyesmi, hogy azóta visszakerült-e a polcokra, azt nem tudom, mármint a Steamnek a virtuális polcaira, de az én könyvtáramban még megvan, hál' Istennek mai napig, és most feltelepítettem, és gond nélkül működik, amennyire én észrevettem. Igaz, hogy a DLC karaktereket nem is nagyon figyeltem, hogy ott vannak-e, ugye Freddy Krueger, meg hát végül is, ja, ő az egyik, talán ugye őre emlékszek, aki benne van. Na szóval, hogy eljött az ideje annak, eljött a napja annak, hogy felelevenítsük a régi emlékeinket, hari rohadékot, meg ezeket, és egy kicsit játszok nektek az MK9-el. Hát gondolom, hogy megkopott azóta a tudásom Johnny Cage-el, mert hogy egyébként még így a kezemben vannak a mozdulatok, tehát úgy emlékszek rá, hogy mit, hogy kell, de a ritmus az már biztos, hogy megváltozott azóta. Ugye hozzászoktam a 10-hez, aztán a 11-hez, aztán most megint, már újabban megint a 10-zel játszogatok így magamnak, amiről egyébként majd lesz videó, meg majd lesznek ilyen mérkőzések is, hogy lehet püffölni engem, meg ilyenek, majd ezt vissza fogom hozni. Valamikor, na de most a 9-re koncentráljunk, úgyhogy akkor a gameplayt az be is nyomjuk, el is indítjuk a játékot. Arra gondoltam, hogy egy leddert tolok nektek először, experten. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mennyit felejtettem. Végig tudom expertem vinni. Na, aha. VB Games, Warner Brothers. Wow. Igen, Scorpion, Danger, Blutch. Gond nélkül feltelepült. Régi MK9, régi emlékek. Emlékeztek még az első videó? Első videóm, ugye végigjátszás szintjén, az MK9 végigjátszás, az már valami 900 000 megtekintésnél járt, tehát közel van az 1 millióhoz. És ennek, ez azzal magyarázható, hát szerintem, legalábbis, hogy ugye akkoriban én voltam az én csatornám volt az, aki ezeket a verekedős játékokat ugye elkezdte komolyabban sugározni, vagy legalábbis az elsők között voltam, és észrevettem, hogy több olyan internetes játék rendelő oldalon, ilyen például 576 kilobajt meg ezeknek az oldalán ugye megvásárolható az MK9, és akkor bemutató videó, Oscar videója. Szóval az enyémet linkelték be, és hát gondolom, hogy ezért úgy elterjedt, vagy hát nem tudom, erre vezetem vissza legalábbis a dolgokat. De mai napig az a legnézettebb videóm egyébként, az érdekes. Na hát úgyhogy most ennyi év után, majd 8 évvel később, mert 13-ban volt azt hiszem az első MK9-es videóm, mert ugye a maga játék az 2011-ben jött ki, és 2 évet kellett várnia a PC-s közönségnek arra, hogy PC-re is kijöjjön, és hát tulajdonképpen mi PC-s emberek, ugye 13-tól számítjuk, hogy megjelent ez a játék, és hát akkor el is kezdtem vele ugye játszódni, nagyon jó volt, meg minden story módot végigvittük, Challenge Tower-t, tréningben, azt hiszem, összes karaktert bemutattam nagyjából, meg minden. Sajnos ugye a netkódja ennek a játéknak nem valami stabil, nem valami jó, és ha jól tudom, utólag sem update-elték, mert ugye a MK9, tehát ez a Complete Edition, az Unreal Engine 3-at használja,
akár csak a Mortal Kombat 10 meg a 11, tehát mindegyik ugyanaz engine használja, és a 10-nél meg a 11-nél már egy ilyen frissített netcode van, ami teljesen alkalmasra teszi a játszásra. Tehát én nem hiszem, hogy olyan bonyolult lenne a 9-eshez is hozzáadni, csak hát ugye visszafelé már nem foglalkoznak vele általában a fejlesztők, pedig de jó lett volna akkoriban ilyen online mérkőzéseket csinálni. Na, akkor fight, ladder, és akkor... Hát én nézve vagyok, milyen DLC karakterek vannak. Freddy Krueger, Rain, Kenshi, meg Scarlett, igen. Hát itt van mind a négy. Azzal lehet, hogy most már megszűnt ez a probléma, amiről még beszéltem itt az elején. Na, Jonai K. Joyce, és akkor expert. Na, toljuk. Toljuk, gyerekek, toljuk. Hú, kintáróval kell majd megütközni. Kunglau lesz az első kihívónk. Na nézzük, mire vagyok képes 2021-ben. 8-9, hát ilyen 6-7 év kiadással. I make this look easy. For Shaolin! Na várja. Aha. Jaj. Igen, előre szökkél és rúgás, ha megvan. Hopp. Arra emlékszek, hogy ez a hármas ütés, ez nagyon hasznos volt. Au. Jaj. Ez a hármas ütés, Johnny Cage-nek ez a nyitó kombó indítója, amit egyébként rendes játékossal szemben nagyon nehéz volt bevinni. Oh yeah! Nem megy ez még. Azt hittem, hogy bénább leszek. Plusz 500 arany. Oh yeah! Mennyi aranyom van ott már? 670 ezer valamennyi. Na, Sonya Blade. Kettőjük múltját most már tudjuk, vagyis kettőjük jövőjét. Hogy össze fognak jönni. Aha. Oh my god. Sikerült. Ja, sokkal jobb, ez volt a legjobb X-ray egyébként a játékban az egyik. Karolja 10-ben nem ez Johnny-nak. Hát ez így egy perri, gyakorlatilag Katy Perry. Jaj, ne, golyóbb is. Oh. Jaj. Igen, de hát hogyha valaki látni akarja, hogy igazából mennyire voltam jó ebben a játékban, az nézze vissza a régi videóimat, mert ez most nagyon béna vagyok egyébként, ennél sokkal jobban ment. Két ellenfelet egy életerővel, meg ilyeneket csináltam már itt a végén. Ahogy. Come on! Ah. Ajaj. Okay.
Here it comes! 670.4900 vagy 6.704.900 egész pontosan, hogy matematikailag pontos legyek. Esik az eső? Bár nem halljátok szerintem, hogy most be van zárva az ablak. Meleg is van. Azért vagyok pucéran megint. Ide van fel tetoválva a Johnny felirat, egy picit ugye feljebb mennék, akkor látnátok. A félkövér Johnny vagyok. 2013-ban így néztem ki, hogy ő ott, most megdagadt vagyok egy kicsit. De majd nem sokára így fogok kinézni megint. Ah, die bitch! Oh yes! Nem! Ah. Majdnem felütöttem pedig. A síva nagy darab nőstény. Nagyjából vége is van. Ha nem cseszem el a folytatást. Hát csak én nézzem egy kivégzés. Ja, ilyenkor nem tudom. Mert ezt kipel kell azt hiszem kilépni, nem? Majd megnézni a move listet, majd mindjárt most meglátjuk. Nightwolf bácsi ellen mit tudok produkálni? Na, valahogy másik kell. Ájjajajajaj. Ez meg a Matrixra emlékeztetett már akkoriban is az a jelenet. Csörög a telefon. Ho-ho. Vedd fel, Johnny. Lép ki a Matrixból. Oh. Oh my god. Jó vagyok én még mindig. Picit gyakorolnék. Johnny Cage wins. Oh yeah. Visszajönnek az emlékek, csak ja, gyakorolni kell. Itt van a kezemben. Hát hányszor végrehajtottam ezeket a mozdulatokat, azért nem felejti el az ember. Olyan ez, mint a biciklizés. Csak hát mit tudom, hogyha már 10 éve nem ültél a biciklin, akkor eleinte egy picit úgy szokni kell. Ó, te jó ég. Cyber Sub bácsi. Ó, Sub Base Master. Ó, te meg felesett léfa, he. Nem. Jó kis perri volt ez is. Kéti perri. Jaj, ne. Én is tudok perrizni. Ne. Round 2. Fight. Hát furcsa, hogy nincs futás gomb. Milyen érdekes, amikor megjelent az MK10,
akkor az, az volt a problémám, hogy jaj, minek erőltetik ezt a futásgombot, ez a... Ez a 9-es rendszer, ez nem volt jó. Sokáig nem bírtam megszokni, most meg már nehéz visszaszokni. Ó. Map. Á, egyes gomba kell. Move list. A fatalitik azok hol vannak? Heads up. And the wind is rough. Uh-huh. Bobolici. Tehát lerá, lerádió. Aha. Jó. Oh, yeah. Na, próbálom majd ezt észben tartani. Milénával kapcsolatban. Lerá, lerádilét. Oké. Okay. Rúgás. Let's dance, bitch. Oh yeah! Azok hosszú karcsú lábak. Azért a 10-ben mennyivel jobban néznek ki a csajok. Még ezzel kapcsolatban is úgy voltam, mint a mozgásrendszerrel egyébként, hogy sokáig a 9-es csajok jobban tetszettek. Tehát lerá, lerádió. Mondok, gondolom közelről kell. Ah. Egy kicsit távolabbról kell. Oh yeah! Oh yeah! Baraka! Csöcsi! Ui! Come on, come on, bitch. Hmm. Sündisznófogú. Ah! Nem! Ah! Mandula műtétet hajtott rajtam végre. Ah! Ha ha! Görög dinnyézi pif ketté. De azért ez kemény. Ekkor átütni. Johnny Cage wins. Ha! Jézus. Durva volt. Shang Tsung.
alias Sekszantó. Sekszantó föld. Úgy emlékszem, hogy vele kapcsolatban volt valami trükk. Remélem, hogy rá fogok jönni. Ja, azt hiszem, lehet, hogy ez volt, hogy ezt kellett így spawnolni. Hát ez könnyű volt. Freddy Krueger. Nem. Ach. Azt mondja, hogy gondolom, igen, ez közelről kell. Tehát jobbra, balra, lend. Watch this. Uff. Johnny Cage wins. Kemények vagyunk. Nagyon durvák vagyunk és kemények. Ajaj, kintáró. 50%-kal több életereje van. Shaukának meg 200%. Még Shaunál a kalapás dobást kell megvárni, aztán kész. Jöhet egy 10%-os kombó, vagy 15-20 körül. Oh my god. Úgyhogy... What? Ez a legyőzhetetlenség aura, ez fura. Kicsit olyan csalásszagú. Hú, mi jó, hogy most aktiváltam. Most kb. A 3-4 életerőmet leszette volna. Igen, ilyenkor mindenképpen kombózni kell. Hú! Hogy is kellett ezt védeni? Lehet, hogy sehogy. Arrébb kell ugrálni. Hát de hogy? Fú. Ja, el kell ugrani. Yeah! Na és most jön Shao bácsi. Mi lesz itt? Mi fog történni? Jesus Christ! I make this look easy. Uh.
Aha, igen, erre vártam. Nem nagyon sebzem. Nem. Hú. Ez tudnédik vétetetlen. Ez az X-ray, ilyenre emlékszek. Fú, még tiszta szerencsé, hogy megütöttem. De én kb. 70%-ig életerőt vesz le. Ha hagyom, hogy bevigye. Robert Gida? Azt mondta, hogy Robert Gida. Tényleg, ezt is már is felejtettem, hogy ilyet is mond. Igen, és ő soha nem breaker. Breakel egyébként, ezt tudni kell. Soha nem szakítja meg a támadásodat, hogyha van 2 méterre neki. Ah, sikerült elsőre. Mekkora dolog volt, amikor először experten végigvittem. Persze Johnny Cage-ről sikerült legyőzni Shao Kahn-t. Wow! As the last remnants of Shao Kahn disintegrated, Johnny felt strange, as if he had lost control of his body. Suddenly, powerful energy burst forth, destroying everything around him. Johnny sought the aid of Raiden and Nightwolf, but their efforts did nothing to stop these random spasms of destruction. Desperate, Raiden transported Johnny to Sado, the realm of order, where he could be taught to control his power. Johnny Cage will transform into a warrior powerful beyond mortal imagining. Alternatív élete Johnny Cage-nek jövőképe. 2011-ben, vagy hát nekünk 13-ban így nézett ki. Végül is ezt soha nem lépte meg, bár a 10. részben azért eléggé ott volt történet mód szempontjából. Ugye Cassie is. Yep. Na hát ez volt. Ez volt a Johnny Cage-es végigjátszós cuccom. Úgyhogy most ilyen kis rövid videó volt, ilyen fél órás. Remélem, hogy tetszett. Gondoltam, egy kicsit akkor nosztalgiázzunk. Kíváncsi vagyok hozzá, hogy mit fogtok szólni ehhez. Egyébként túl sok karaktert ugye nem tanultam ki akkoriban sem. Tehát igazából kivel voltam még jó izével, hogy hívják, örmekkel voltam jó, Sub-Zero-val tudtam játszani viszonylag elég jól, meg hát volt még talán egy-két karakter, Nightwolf, ja, ővel is egy kicsit, de szóval ezeket már mondtam, hogy újra kéne tanulni, tehát Johnny Cage az egyetlen olyan, aki olyan, hogy na, az fú, álmomból felkelt, amíg most is tudom ennyi év után. Na meglátjuk, hogy lesz-e több tartalom. Azért olyan túl sokat nem tervezek, de majd a 10. részt azt vissza fogom hozni egyébként, mert az azóta is állandó jelleggel egyébként fel van telepítve a gépemre, és majdnem minden nap játszok vele egy picit. Igaz, hogy single playerben, meg ilyen néha nyomok egy online meccset, de főleg single playerben, de ja, tehát majd az ilyen online püffölődést azt lehet, hogy visszahozom. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videók, iratkozzatok fel, lájkoljátok, osztjátok meg Facebookon, Twitteren, és ha úgy gondoljátok, akkor csatlakozzatok a csatornámhoz,
videó alatt csatlakozás gombra kattintva lehet ezt megtenni. Ugye a Patreont azt most már próbáljuk leépíteni, majd lesz erről egy külön videó, hogy akkor most már tagság van és nem Patreon, mert nem mindenki nézi a gameplay videóimat, de majd erről egy külön bejelentés lesz. Lényeg az, hogy most már a YouTube tagság az, ami él, és a tagok kapják meg idő előtt hamarabb a videóimat megnézhetőség szempontjából. Na, köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot mindenkinek, sziasztok!